Az Aracsi Puszta templom idei emlékünnepsége a tordai Nepomuki Szent János templomban ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet Monsignor dr. Németh László nagybecskereki megyés püspök celebrált paptestvéreivel együtt. A rendezvényen az egybegyűlteket Vajda János, az Aracs Hagyományápoló Társaság elnöke köszöntötte. Az Aracsi Puszta templom az a magyarságnak a zarándok helye, egy szent helye, de mindenki másnak turisztikai látványosság. Tehát mindenkinek az érdeke, hogy hát elmenjen oda megnézni. És még egy mondatig, az Aracsi Puszta templomról nem beszélni kell, hanem elmenni, megnézni, megérezni, mert akkor az az érzés, amit átadott az embert, az a valami. Az Aracsi Puszta templom búcsúján dr. Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke mondott ünnepi köszöntőt. Az Aracsi Puszta templom is már csak a templom áll, a falu már nincsen, kint áll a pusztán egyébként. Félig lerombolva, de még mindig impozáns falai vannak, ami azt jelenti, hogy nagyon tekötető a sorsunkkal, tehát hogy mi is fogyunk, kevesebben vagyunk, mint korábban voltunk, tehát 90 évben körülbelül megfeleződtünk, de ennek ellen nagyon sok helyen elfogytunk, vannak már templomaink, amelyeket már nem látogatnak lakosok egyébként a szórványban, de ennek ellenére még vagyunk. Az ünnepi műsorban alkalmi dalok, versek, mondák, történetek hangzottak el, több helybeli és környékbeli műkedvelő, hagyományőrző jóvoltából. Ugyanakkor magyarországi vendégek is felléptek az Aracsi Puszta templom emlékünnepségén.